Mi sento un po' la rotellar, Paco se lo deve fare le crashes, Giovane da Giuni. Sokki nem ismerni az urat, bal kezes. Bal kezel azért a karikás nehezebben kivitelezhető. Az ostor munka elmaradt bejövetelkor. Ugye egy kör karikás vágta munka program első feladata, és lássuk akkor a fektetést. Így van, ne adjunk ki semmit. Egykör karikás munka. És szóljon az a karikás, olyan karikás munkát kérünk. Ismerteti még egyszer a csikósainkkal a B-bírálat feladatait. Egykör vágta karikás munkával a ló fektetése határozatlan helyen, csengetése, karikás munka ló oldalánál való ültetése, karikás munka ló cumjánál való, és van egy szabadon választott gyakorlat. Egy nagyon gyors fektetést láthatunk, nem volt igazán elegáns. A fektetés lényege is az összeszedettség. És amint már a csikóságnak mondtam, a bírák külön kérése volt, hogy a ló fektetése itt a zsűri sátor felé történjen, és a csikós ugye a zsűri felé dolgozzon, illetve utassad a programját, és egy leúzás a végére. Egy rövid pihenő, meglátjuk Balázs Attila mennyire szereti lovát. Ló oldalán állva serget Attila, lássuk, hogy szól az az ostor, mennyire biztosan áll és fekve ló oldalán. És egy leúzás a végére. Hasonlatást láthatunk a csikósunk a ló hátára állva egy lábbal, majd két lábbal serget. Nagyon fontos, hogy minden karikás mozdulat úgy szól, ahogy annak kell. Lássuk az ültetést, nagyon szabályos, stabil Johnny, a csikósunk a lót szombjára állva. Csikósunk ugye feladat része, lehet, hogy 3 méter elhagyja a lovat, és serget. Itt nagyon fontos ugye, hogy meglegyen az a bizonyos összhang, amiről már beszéltem. Csikósunk ne gondoljon egyet, és hagyja magára itt a csikóst a pályán. Johnny nagyon jól hagyja végre ezt a feladatot, és várja lovasának a következő jelét. Egy helyből felszállást láthattunk, ült a ló, és ilyen fél mozdulattal csikósunk felpattant a lova hátára. Balázs Attilát láthattuk. Kis huncutkodás még itt a végére. Köszönjük szépen Balázs Attila programját! Negyedik indulóként Hallósi Botondot várjuk a pályára, és felkészül Vég Tibor!